Adjon Isten jó reggelt, ma 2022. január 7-e, szombat van. Eljöttünk túrázni, folytatjuk a tavaly nem folytatott túránkat, Várak az Emprémben című túrasorozatot. Itt vagyunk Telkibanyán, a Cserhegyen. Itt vagyunk elvileg bent a Cserhegyi várban. Ez egy késő bronzkori vár. Itt éppen a sáncon vagyunk, majd nem tudom így talán jobban látni. Na az a lényeg, hogy ez a sánc, ez talán vagy 2 kilométer hosszan végigfut itt a vár körül. Valami ilyesmi most. Nem tudom, hogy majd olvasok föl, nem olvasok. Végülis olyan sok látnivaló nincs, mindjárt mutatom micsoda. Mi onnan jöttünk, és ott van valamelyik fán az igazolókód. Szerintem ez lesz a várnak a belseje, talán. Na mindegy, még itt eljövünk erre a szélére, végére. Megnézzük, hogy innen van-e kilátás, de úgy látom, hogy nincs kilátás, de fölmegyünk erre a odani. Meg szerintem ez a sánc része. Valószínűleg olyan sáncnak néz ki, és ha figyelmesen hallgatjuk, akkor valaki énekli, hogy sánc, sánc, Eszter sánc. Na mindegy, ennyi. Majd folytatjuk mindjárt. Tökölési percek következnek. Tehát itt vagyunk a Cserhegyen, itt van ez a könyv, ebből fogok egy pár szót felolvasni, megkeressük mindjárt a Cserhegyet. Na láthatjuk, hogy mi így jöttünk be, ott középen van az a fekete pont, és akkor mi itt vagyunk valahol az északi részén, tehát a fekete ponttól egy kicsit balra. Na, nézzük csak, hát itt csak ezt olvasom föl, hogy a várat szakirodalom nem említi, a helyiek, így a korábbi rudabányai múzeumigazgató Murvai László is a középkori várost ostromló csehek táborának vélte. Hát ezek a csehek kemények voltak, ha följöttek ide. 93-ban Sárközi Sebestyén, Nováki Gyula és Patai Pál járták a hegyet. Ennek eredménye egy nagy kiterjedés, egy őskori sáncvárat mértek fel, 97-ben tették közé, és elők cserepek között közelebbi kor meg ne alkalom, de leginkább késő bronzkor jöhet számításba. Hát úgy, mint a többi. Na mindegy, az a lényeg, itt vagyunk a sáncon, és ez a sánc elhúzódik egészen arra felé, így körbe. És mi itt jöttünk be. Mindjárt, pillanat. Ott, ahol van a hüvelykújjam, ott a kód, most mi itt vagyunk fölötte, és itt kell följönni. Járatlan út, de aki megcsinálja a GPS-ben, hogy beírja a kódját az igazolókódnak, vagyis a koordinátáját az igazolókódnak, akkor az ide talál könnyen. Na nézzük, csak innen van egy kis kilátásunk erről a várfalról. Hát így röviden ennyi. Így. Ennyi. Hát gondolom, akkor ott volt bent a vár. A lekvár. Mindegy, úgy körbe. Na, mehetünk is tovább, ennyit erről a várról. Az a lényeg most majd. Jaj, nem is elfelejtettem, mondom, nem egyedül vagyok, Gábor van itt mellettünk ismét. Most már nem telefonnal veszi föl, hanem kis kamerával, úgyhogy már belekerül úgy a videóba, hogy az a rész is, ahogy én beszélek. Na mindegy, menjünk tovább, irány, hová megyünk? Irány a Sólyom kő. Valahol ott voltunk a várban, a sáncok tetején, most pedig evezünk tovább ezerrel. Láthatjuk, egy jófajta út van itt. Most becsatlakozunk az eredeti útba, amit terveztem volna, hogy valahogy úgy. Szerintem minden könnyebb, mert ott Telkibányánál a 18 és 20-as szám között kell bejönni, tehát házszám között. Elég furcsa az az út fölfelé, de az rövidebb jóval. Annyi, hogy időjárásunk cseppet borús, végre nincs köd. Hát így evezhetünk óvatosan. Volt még egy vadász, lövés is. Lövésem sincs, hogy ki csinálta. Kiadta le a bélyegzőt és kulcsot. Abból az irányból jöttünk, jelzetlen utakon, és gondolom, hogy az ott fönt a Cserhegy. Legyen az, és akkor most már belecsatlakozunk a megrajzolt
útvonalba, és megyünk tovább a Sólyomkő felé. Oda mindenféleképpen jó lenne fölmenni. Alattunk valahol az Ósva patak csörgedezik, és majd ott lesz ám a középkori duzzasztógát, ahol őrölték a zaranyat. Így röviden ennyit. Így. Tehát ma is ökumenikus túra, várok a Zemplénben, jelzetlen utakon, és jelzett utakon is fogunk ma közlekedni. De csak úgy óvatosan. Időjárásról annyit, hogy ma nem fogunk napszúrást kapni, be van borulva. Az a lényeg, hogy ne legyen köd, és legyen valami kilátásunk Sólyomkőről. Na hát így röviden ennyi. Itt hagyjuk a Cserhegyet, valószínűleg azért volt Cserhegy, mert cserbükkök voltak rajta. A tölgyet elcserélték bükkökre. Mindjárt megnézzük, hol kell nekünk menni, mert itt valami útszerűség van lefelé. Gábor arra hívta fel a figyelmemet, hogy itt annyi gaj van az úton. Ebből is látni, hogy a gajaságban túrázunk, és a fásságban. Hát olyanok vagyunk, mint a karalábé, amelyik nagyon fás. De mi nem fásultunk be, mert evezgetünk tovább. Hú, de zsír. Elvileg lemegyünk majd oda az Ósva patak mellé, le a Vőgybe. Na, evezzünk. A Cserhegyet még óvatosan látni, és mit fedeztünk föl? Hú, csak nem egy nagy horpa ez, olyan horpat, hogy itt bányászhattak-e aranyat, vagy valami hasonlóval próbálkoztak, azt megmondani. Sajnos nem tudjuk kéggyével. Na, evezzünk tovább. Nagyon jó időnk van. Jó az idő, jó a környezet. Van egy pár kidőlt fa. Ctrl X, Ctrl V. A papír térképen megrajzolt út itt megy lefelé óvatosan. Valóságban is van itt út, mert látni a keréknyomokat, úgyhogy evezünk lefelé. Annyi, hogy nem hoztam magammal páros ujjú patást, így nem tudok marhára figyelni, na de itt kell kerülnünk egy kicsikét. És nézzük, csak most én készítek verkfilmet arról, hogy hogy készül a verkfilm. Így. Na ott van Gábor, aztán másik, opa, kamerával ügyködik. Így. Jó napot kívánok. Úgy. Tehát én nem beszéltem hülyeséget, hogy egy komplett stáb van itt. És hogyha valaki azt hitte, hogy ezek egyedül készülnek, ezek a videók, az kicsit tévedett. Onnan jövünk a Cserhegy irányából. Itt kell nekünk leereszkednünk, van itt egy jó földút, csak tele van fából készült naturális sorompóval. Úgyhogy itt ereszkedünk le oda a patakhoz, majd valahogy átjutunk ezeken. Hát nézzétek meg, mennyi fa van itt. Azt a betyárját, de jó lenne ez otthon. Na, hát evezzünk óvatosan, majd lesz valami. Nézzük csak, onnan jövünk. Ott van fönt a Cserhegy. Sajnos ott nem tudtunk jönni azon az úton, mert tele van fával. Úgyhogy most így ereszkedünk le vissza az útra. És majd valahol itt fogunk kimenni a patakhoz. Na, hát egy cseppecskét meredek. Na de ez van. Nincs más. Evezzünk. Na nézzük csak, mi onnan jöttünk volna, ha nem kerültük volna ki arra fölfelé. És láthatjuk, hogy itt mellettünk csörgedezik ám egy patakocska is. Na, most már evezhetünk lefelé. Hát ez az az út, amin nekünk mennünk kell. Jaj, hát elég kalandos. Na de, se baj. Jelzett, sima úton bárki tud túrázni. De az igazán kemények, mint a Vídia, azok ilyen helyen túráznak. Ennyi. Nincs mellébeszélés. Kicsit a bükre emlékeztet ez a hely, amikor a Csondró patak völgyében evezünk lefelé Máinkára. Na, ez az igazi túra. Vizes ágakkal, bogakkal, az a lényeg, olyan, mint a vasúti sin, nem szabad rálépni. Na, zsírság van. És mindjárt mutatom, ilyen korszerű helyen vagyunk.
egy völgyben. Ebből az irányból evezgetünk, most már itt nagyon korszerű az út, és doktor úr mit talált? Most ezt komolyan mondom. Egy esmint sört, igaz, hogy ez alkoholos, de nem baj, ilyet is találni az erdőben, vagy esetleg ez egy újfajta gombafaj, valami aranymadár márkájú ez az esmint sör, nem mutatom. Na de az a lényeg, hogy találtunk egy fél literest. Hát ha még találnánk hozzá egy fél literes barackot, gyümilevet kifőzve, az még jobb lenne. Na, mehetünk tovább. Egy pár lépést jöttünk a találtam egy sört helytől, és nézzük csak, hoho, mély zsírkorszerű út van. Ezen az úton el lehet menni Telkibanyára, ez a sárga jelzés. De mi, Múr, erre megyünk tovább, megyünk fölfelé, és majd le fogunk térni erről a vizes útról. Hát ennyi így rövidkén. Nem sokára megérkezünk a Duzzasztóhoz, utána pedig a Jóska forrás következik. Hát ma eszembe jutott, nem ketten jöttünk, hanem hárman, mert megint velem van Jóska bátyja, a Jósnak a bátyja, kabátja. Azt a dezsír, milyen szép aranytisztató. De jó, lenne lefényképezni, ha lenne kamera obszkurám. Hoppá, na mindegy, majd valahonnan szerzünk egy régebbi kiadást. Na, evezhetünk tovább. Mellettünk az Ósvapatak, vagy Cserenkőpatak, sose tudom. Mindegy, nem is az a lényeg, hanem az, hogy most már evezhetünk. Majd nem sokára jönnek a perlit tornyok is. Megérkeztünk ide, a Duzzasztóhoz. Itt már többször is voltunk, jártunk. Na, nézzük csak meg. Az a lényeg, hogy van itt kiírás, agykontrollosok már el is olvashatták, és itt van a gát is. Lényeg a lényeg, itt őrölték az ércet, a zaranyat, a követ, egymást, idegeit, stb. Ennyi maradt belőle. Most elég nagy a patak, mert régebben még itt is járkáltam benne. Na, ez a gát, itt felduzzasztották, aztán ércörlő malom működött itt. A színpadon három malom, mehetünk is tovább röviden. Ez a gyönyörű patak mentén fogunk fölfelé kapaszkodni. Na, óvatosan evezgetünk. Na, ennyi. Ez egész itt idáig volt lezárva. Hát onnan a bányáktól elszállították a kibányászott dolgokat. Tudjátok, hogy melyiktől. Voltunk már ott. Ott a Csengőbánya, Terésztáró, Mária bánya, stb. Arról van egy rövid szösszenet, évekkel ezelőtt töltöttem föl, megkereshető. Na, evezzünk is tovább. Nézzük csak, ez talán csak nem egy perlit torony lenne, mert itt az Ósva völgyben van egy pár. De már ezt is számtalanszor fölvettem. No, de olyat nem csinálok, hogy ó, itt már jártunk, nem veszem föl. Na mindegy, mindig más arcát mutassa az erdő, meg a természet. Na, evezzünk. Nézzük csak, megérkeztünk ide a Csemetekertbe. Ezt is már sokszor megmutattam. Annyi az egész, hogy itt már nincs csemete. A csemeték átjárnak Göncre iskolába. Hát így röviden ennyi. És itt megy tönkre. Vagy visszafoglalódik. Na, nézzük csak. Remek futballpálya is lehetne itt akár. Vagy egy akkumulátorsavazó. Ott van egy házikó a végén. Abban is jártunk már, eléggé romos. Hogyha ott innánk sört, akkor citromos sört innánk. Na, mehetünk tovább. Csakány.
Itt vannak a perlittornyok, majd mindjárt fölveszünk. Ennek a helynek a neve Kutyaszorító. Nézzük csak! Most a Sony kamera után vagyunk. Itt vagyunk Ósvavölgyben, és itt vannak a perlittornyok. De zsír! Pálházán van nagy bánya. Nézzük csak! Itt vagyunk a Kabát gazdájánál, mert ez a Jóska forrás. Jóska pedig a idős Jósnak a fia. Az a lényeg, hogy júj a basszus! Na, zsír! Kitapostam a szemét a mocsárnak. Na, ott tartottam, hogy övé a kabát, mert ez a Jóska forrás, és rajtam van Jóska bátyja. Hoppá! Jó napot! Jó napot, Jóska forrás! Hát így röviden ennyi. Az a lényeg, hogy nagyon mocsaras itt a környék, hát ott óvatosan jönni. Na, mehetünk is továbbra. Na, köszönjük szépen a kabátot. Jó, itt kell bejönnini. Hú. Na, ezért érdemes a bakancsot mindig vízlepergetővé tenni, hogy lássuk innen ezeket a zsírtornyokat. Azt a de jó! Nézzétek csak! Házi feladat megnézni a Wikipédián, mi a perlit. Úgy néz ki, mint egy medve. A pénz megszámolva. És nézzük csak! Hú, van itt egy ilyen álbarlang is. Hoppá, jaj. Nem hosszú, de elég sötét. Na, ebből az irányból jövünk, és most direkt nem fordulok meg, kicsit így háttal megyek. Az a lényeg, hogy itt van mellettünk a Ósvapatak, és mi ott befordultunk, és jövünk erre felé. De ha óvatosba megfordulunk, sziasztok, hello, egy fiatal erdőt látunk, és az a lényeg, hogy megyünk olyan helyre, hogy Lókosár. A térkép azt mutatja, ott valami fáin erdészeti útnak kell lenni. Hát már ez is jelzetlen út, de láthatjuk, hogy kitűnő a minősége. És valahol nekünk majd itt jobbra kell elkanyarodnunk. Majd mindjárt itt a nyúlon túl megnézzük, mi a pálya. Nézzük csak! Ott van egy nyúl, tehát már a nyúlon túl vagyunk, és ezt a jófajta, épp azt beszéltük, hogy ezen milyen jó még biciklizni is, ezt a jófajta utat lecseréljük egy másfajta jófajta útra, és ezen evezünk tovább. Megyünk Sólyomkő irányába, na de az a Sólyomkő, amelyikről olyan zsírkilátás van. Bár amelyik körről zsírkilátás van, azt általában Sólyomkőnek nevezik. Na mindegy, az a lényeg, oda kiugrunk, megnézzük, mi a pálya, régen jártunk ott, körülbelül 2 éve. Nem tudom, hogy a zempléni tekebajnokságot itt rendezték-e meg, de itt aztán jól letarolták a erdőt. Hát ennyit mutat, mehetünk is tovább. Azért lehetőleg ezekre a ágakra, gajakra ne lépjetek rá, mert ezek csúsznak. És ha így derékszögben rálépünk, akkor hiába nincs nálunk papír és szeruza, egész nagyot lehet firkálni. Elesünk, de jól. Na, most már mehetünk tovább.
Ezen az úton sem jártunk még, de azt is lehetne mondani, hogy itt vagyunk a világ közepén, ahogy Mátyás királynak mondta az ember. Mert ha innen nézzük, akkor innen van a világ közepe. De lehet, hogy valakinek máshonnan, éppen ahol van onnan. Na, hogyha ennek a nagy füves résznek az egyik tagját kiveszünk egy szál füvet, és annak egy részét letépjük, és elkezdünk fát vágni, akkor abból lesz a fűrész, és már is tudunk fűrészelni. Ki gondolta volna, hogy egy fűszállal is meg lehet ezt csinálni. Na. De zsír, itt már nincs út. Nézzük csak, hol vagyunk. Innen jövünk, itt van egy fáin utacska, és velünk szemben, szerintem az ott már a 700-as csúcsok, van Hemzsőbérc-Hemzsőkő környéke. És ott mellettünk, ami ott alig látszódik, az pedig az Ógönc. De zsírhely, azt a betyárját. Na mindegy, mutatom, itt vagyunk. Nem tudom, mi ennek a hegynek a neve. Megpróbálom megolvasni. Nézzük csak. Hát ezt úgy minek nevezik, hogy... Nem, ez az Ógönc, ez hát. Tehát zöldséget beszéltem, ez az Ógönc. Itt mellettünk, és ennek a rétnek a neve, jaj, ez nem az, az lejjebb van egy sorra. Na, az a lényeg, Ógönci kapu. Itt vagyunk, és evezünk tovább arra. Na, sikerült megérkeznünk, hát onnan jöttünk lentről, rendes úton, csak ezt a végét csináltuk meg úgy, hogy jó legyen. Hát így röviden ennyi, megyünk tovább Lókosár irányába. Jó kemény. Nem sokat jöttünk az előző helytől, ahol jöttem föl azon a meredeken. Hát most ilyen helyen gurigázunk óvatosan. Ez is jelzetlen út, és megyünk ezerrel Lókosár irányába. Valahol itt velünk szemben talán kőkapu van, de az még odébb van, vagy két-három hegyel. Mi csak így megyünk óvatosba. Olyan jó nyugika van itt az erdőben, hogy szavakkal elmondani nem lehet. Kitűnő úton megyünk, láthatjuk, hogy ezen még ember nem is járkált ebben az évben, talán. Tavaly lehet. Na, hú, de zsír. Minden olyan régi fénykép hatású, olyan barnásos, szépiás. És mellettünk egy zsírvölgy található. Előbb a muflonok ott szaladtak lent, lehet, hogy szaladtak muflonsztéknek lenni. Ki tudja, majd megnézzük, hogy mit hoztunk ebédre. Lehet, hogy egy kis muflon vagy lazac steak van nálunk. Na, evezzünk. Milyen zsírhelyen vagyunk, láthatjuk itt, miből épül föl a hegység, a Zempléni hegységben. Ha nem mondtam volna, itt vagyunk. Hú, de korszerű, azt a betyárját. De majdnem, hogy cseppkövek vannak benne. Itt megfigyelhetjük a beágyazódását ennek a másfajta kőzetnek. És teljesen úgy csinálok, mintha értenék hozzá, de... Szellentésem sincs, ezt ide visszatesszük. Mennyi időbe tellett, amíg ezt így összerakosgatták?
elég sokba. Na mindegy. De komoly. És itt a távolban már is halljuk motorfűrészek elmaradhatatlan hangját. De zsírság. Na, irány a rakodó. Abból az irányból jöttünk, ott fent van egy jófajta erdészeti út. Itt egy szigorú bal kettő hajtű kanyar, 200 faleveles, és lejöttünk erre az útra, de nem erre fogunk jönni, hanem csak azért jöttünk ide, hogy megmutassam ezt a zsírhidat. Azt a kutya úriskoláját, de komoly. Ezt figyeljétek. Akár a lilafüredi kisvasút is, vagy kisvonat is elférne alatta. Hú, de komolyságos. Na, azon a hídon fogunk tovább menni, egy másik hasonló zsírkorszerű hídon. De így röviden ennyi. Na, evezzünk tovább. Amúgy nem sok minden történik, azokon a sziklákon kívül más látnivalónk nem akadt. Menjünk a rakodóhoz, aztán megyünk a sólyomkőre. Hát onnan lehet, hogy kilátásunk nem lesz, se baj, de megnézzük, hogy mi a pálya. A másik korszerű híd pedig ott van. Abból sem látunk most sokat. Na mindegy, így vagyunk itt. Hú, milyen zsír utak vannak itt. Kerékpárral nagyon jól járható. Azt figyeljétek. Ilyen jó uta se apámnak, se anyámnak, talán még a királynak sincs. Ezt nézzétek. B2-men, azaz bitumen. De zsír. És itt van ez a jófajta híd. Innen láthatjuk. Ezen jöttünk keresztül. Na, evezgessünk. Elhagytuk azt a zsírkorszerű utat azzal a nagyon jó híddal, és emelkedünk itt fölfelé egy jófajta úton, és már is ott szemben látunk valami házikószerűséget. Hogy mi lehet az? Ki tudja. Pihenő erdei munkásoknak? Ott szemben. Megpróbizok belenagyítani. Mi lehet az? Passzoljuk a kérdést. Az a baj, hogy ezeknek nincs már meg semmilyen történetük, sehol sem lehet megtalálni. Sajnos. Na mindegy, evezzünk fölfelé. Oppá! Azt ott rohan egy nyúl. Na, az tényleg egy nyuszi volt. A nyúlon túl vagyunk. Én úgy láttam, hogy nyúl, mert úgy lógott. Tehát konyul, nem Mikulás. Amikor elfárad a Mikulás, akkor már konyulás. Na, evezzünk továbbra is. De zsír ez a hely, itt még nem jártam. Csak a környékén. Milyen jófajta rét van itt mellettünk. Itt van egy nem olyan magas les. Aztán végül is ennyi. Innen szaladt az az őzike, amelyiket én nyúlnak néztem. Na, de hát egy nyúl mit keresne itt az erdőben, ilyen terepen? Ilyen emelkedőn kinyúl a nyúl. Ezt tudja nyúltani. Nézzük csak, most nem fogtam padlót, csak letérgyepeltem ide a gyepre, mert milyen zsír gombit találtunk itt. Nézzük csak, talán innen, aha, így. Szép piros gomba. De jó. Töltsérgomba lehet, vagy milyen gomba? Kupak gomba? Nem tudom. Na mindegy, evezzünk tovább abba az irányba. Hú, de messze vagyunk még. Ebből az irányból kapaszkodunk fölfelé, arrafelé a vidék dzsedikardja hallható a motorfűrész, itt pedig van egy ilyen. Én először azt hittem, hogy ez ilyen szelfizőhely, ami szokott lenni, hogy keretbe befoglalja magát valaki valamibe, de ez egy lövőhely,
apuska, itt szokott apuskával lőni. Na mindegy, mert ott van valami etetőszerűség. Na evezzünk tovább, nekünk még egy picikét itt följebb kell kapaszkodnunk, és akkor elvileg elérjük a jó utat. De zsír ez a gomba, azt a kutya fülét, ezt figyeljétek. Hú, de korszerű, mindjárt mutatom. Eszem a tölgyfa levelet gomba, de zsír, opa, tűlevéllel. Na hát, evezzünk, valahol itt van fönt az út. Én már látom. Aha, ott is van valami. De zsír. Azért jó itt jönni, mert itt mindenhol van valami. Azt a betyárját. Na. Tudom, hol vagyunk. Basszus, most jut eszembe. Ja, hát itt már jártunk többször is. Lászlóval is jártunk itt annak idején. Az a lényeg, hogy... Ó, basszus, hát most jut eszembe. Ennyi. Várjatok már. Van itt egy... Az a másik kő. Onnan kell jönni. Szarukő. Azaz, ha szarukőre mennénk, akkor... Arra kellene nekünk menni. De most nem megyünk szarukőre. Inkább eljövünk Sólyomkőre, ami ott van velünk szemben. Ó, hát akkor már tudom, hogy hol vagyunk. Itt. Itt rajta a térképen. Rakodó. Ennek a helynek a neve, hogy Rakodó. A szarukő pedig itt van az ujjamnál. Oda nem megyünk, oda kilométeres kitérő lenne oda-vissza. Tehát most itt vagyunk. És megyünk szarukőre. Nem, Sólyomkőre. Na, lényeg a lényeg, hogy megérkeztünk ide, itt fogunk ebédelni, mert már erősen 11 óra van, irodista gyomor ilyenkor már készül haza ebédre. Ugye tudjuk, 7:30-ra megyünk dolgozni, 8:30-ig semmit nem csinálunk, 9 óráig motoszkálunk, 9-től 11-ig valamit csinálunk, 11-től pedig készülünk az ebédre. Na, akkor nézzük, hogy mi lesz a mai menü. Mufflon steak helyett... Lazac steak helyett ilyen meggyes leveles miúság, és mellé következik majd az AMS egészségetekre így előre is. Ti is üljetek le, egyetek meg valamit, éhen nem lehet túrázni. Hát így röviden ennyit. Isten egészségetekre. Nézzük csak, hol vagyunk. Már több videóban is szerepelt ez a hely. Ennek a helynek a neve az, hogy Rakodó. Látni, hogy itt innen rakták rá a nem látható teherautóra a fát, és nézzük csak, ebben egy sim van. Valószínűleg a kis vasútnak, ami megszűnt itt, a hegyközi vasútnak, szerintem annak a sinje. Na, evezzünk tovább, jaj, mutatom a rakodót. Most már valami vadetető van ott középen. Na, evezgessünk. Húha! Nézzük csak, a napocska már elő akar bújni, mire odaérünk Sólyomkőre, már addigra ki is fog bújni. Alattunk valahol, arra felé van kőkapu, mert kőkapuról is föl lehet jönni, mi annak idején kőkapuról jöttünk. De most keményebbek vagyunk, mert telkibanyáról jöttünk. Ó, de korszerű. Hű, de jó hely ez. Hát aki úgy gondolja, ezt az utat is bejárhatja, akár élőben is. Hú, de zsír. Ez is egy jól kerékpározható út. Hiába nincs rajta pedál, de lehet. Erősen haladunk Sólyomkő irányába. Lehet, hogy ha itt fölmennénk, akkor
oda jutnánk. Na de itt olyan bizonytalan minden, hát kidőltek a fák is. De zsír, és akkor most nem győzünk keresztül menni ezen. Jaj, de jó! Na, itt már van hatósági áras tűzifa. Hoppá! Ez jó friss fa, most dőlt ki. Hoppá. Emlékeim szerint valahol itt kell lenni egy koponyának. Biztos, hogy volt itt. Na, nézzük. Úgyni. Szerencsé, hogy visszafelé nem erre fogunk jönni. Na. És akkor ott van alattunk valahol. Hú, milyen lak? Marlak vagy valami? A délföldi forrás is ott van. Na, a sárga jelzés megy föl az ördögvölgybe. Abba az irányba van. Arra. Vagy abban, mindegy. Csak oda menjünk föl. És hát, ha akad még némi kilátásunk is. Mi ott jöttünk, azon az úton. De zsír. Hú, ez a madárhang, ez már a tavaszt idézi. Tavasszal szoktak így énekelni a madarak. Nem sokára népek tavasz a teljesítménytúra. Megvan. Megálltak a szarvasok, de zsír. Sikerült megtalálni őket. Na most egy kicsikét elnézünk amarra. De jó. Nem tud rá fókuszálni, de zsír. Na, kicsit ilyen, milyen homályoska. Az a gáz, hogy köd van. De jó szarvas illat van. Itt a pinus negrusok mögötti helyre. Oda. Na, így óvatosan akkor evezhetünk is tovább. Még mindig sólyomkőre tartunk. Nézzük csak, milyen zsírfenyves van itt mellettünk. Azt a dezsó. És ha erre elfordulunk már, szerintem ezt is fölvettem, ezt az utat, és ezeket a köveket is. De ez nagyon korszerű. Ó. Ho-ho. Nem sokára egy szigorú jobb kettővel nekiereszkedünk a tetőnek. Az állatok az erdőben nem szemetelnek. Kérjük, viselkedjen állatmódjára. Na, mindjárt hol kell fölmenni? Valahol itt szerintem, aha. Ha itt. Na, ott majd fölmegyünk. De zsír. Itt akár egy jófajta kerékpártúrát is lehet csapni. Ilyen jó úton menni. Hát ez nagyon jó. Na, aha, majd mindjárt megyünk. Nézzük csak, ott van a képernyő közepén, oda igyekszünk. Innen úgy néz ki, mint egy árpádkori templom. Fú, na, hát akkor én azt mondom, hogy irány az egyenes. Aztán majd lesz valami. Hűha. Egy kicsit így cikcakban fogunk fölközlekedni. Na, most lett volna jó a muflon steak, az adna nekünk erőt oda fölmenni. De mindjárt mutatom, hogy az ilyen saroktól sarokig emelkedő. Egészen korszerű. És ha jól emlékszem, itt van még geoláda is. Na mindegy. Evezzünk. Képernyő közepén van Gábor, ahogy emelkedik fölfelé. Ott valahol. Azt a betyárját, de komoly. Na mindegy. Tehát aki eljön ide, az készüljön rá, hogy itt bizony emelkedő van. De nem is az a gáz, hanem az, hogy itt majd le is kell jönnünk. Na mindegy, evezzünk. Oda.
Na most láthatjuk, hogy sportárs előre igyekszik, kameratáskával a nyakában, és meg fogja örökíteni, ahogy majd itt fölküzdöm magam. Na addig nézzük meg, hogy milyen jó helyen vagyunk. Ja igen, eszembe jutott a geoláda. Ott van azon a részen. És ha itt lenézünk, az út pedig ott húzódik alattunk. Lassacskán megérkezünk ide. Jó kemény ez. Na mindegy. Tehát ide csak az jöjjön, aki bírja, aki tudja, hogy végig csinálja. Na, én nem ezek tovább. Lehetünk. Vagy el. Ó, innen már könnyű. Megérkeztünk. Jaj. Aha, mi régen itt jöttünk föl ezen a részen. Ott van egy kis derót is. Bele lehet kapaszkodni. Mindjárt egy érdekességet mutatok. A vulkanikus kőzetben benne van a máji tégla. Azt a de jó. Na. Na itt vigyázunk, mert csúszik ám én. Jaj. Hú, de jó helyen vagyunk, ezt nézzétek. Mindjárt egy kicsit lejjebb megyünk. Ó, azt figyeljétek. Szerintem a Nagy Péter mennykő valahol abban az irányban van. Kis Péter mennykő, esetleg nagy hangyás, vagy valami hasonló. Majd, ha hülyeséget mondtam, semmi baj. Csak lög le ide, majd visszafelé felvesszük. Na, nézzük csak, hoppá. Még eljövünk ide is. Ez majdnem olyan, mint egy vár. De zsír, ez is milyen érdekes. Szivacsos. Vulkanikus mocsári kőzet. Azt a de zsír. Akit nagyon kúpászkodik, az benne lesz a híradóban. Azt a de jó. Mellettünk a mélység, mi ott jöttünk föl, ahol mutatom. Zsír. Hát ennyi. Nem mondom, hogy könnyen föl lehet ide jönni, de nem annyira vészes. Így. Azt a dekorszerű. Nyomjak egy fotót róla? Most már gurulhatunk is lefelé, elhagyjuk a sólyomkövet. Mondom, ahonnan jó a kilátás is, zsírkorszerű a hely, annak a neve sólyomkő. Na, ezt nézzétek meg, de jók ezek a fák, és a geoláda, mondom, az ott van a gerincen. Hú, de jó lesz innen lemenni. Basszus kulcs. Valami kötelet jó lett volna ide kifeszíteni. Valamit, hogy le tudjunk menni. Ez tipikusan az az út, amikor a lábújunk ki akar törni a cipő orrán. Na. Hol jöttünk? Valahol itt, ezt nézzétek. Minden is korszerű. De jó, és még a napocska is kisüt ránk. Azt a... Csak ez a köd ne lett volna. Na mindegy, akkor
irány az egyenes. Nem sokat kell lemennünk. Nézzétek csak azt a követ. Hoppá. Arra ráírtam, hogy kérünk 2 fröccsöt. Mire az legurul, addigra ki is lesz töltve. Na hát ennyi volt, sólyomkő. Nézzük csak ennek a fenyőcskének a gyökerei mit csinálnak. De zsírul kapaszkodnak. Azt a betyárját, de jó. És itt is volt egy darab máji tégla. Hogy mik benne ezek a pirosak? Ki tudja. Lehet, hogy egy szétdurrant boros üveg. Tudja az élet. Vagy valami színező paszta. Ott voltunk fönt. Na, evezzünk le. Itt remek bivakoló hely van. Nézzük csak, itt van egy kicsike ilyen tisztás. Oda be lehet rakni a kis rádiót, és lehet hallgatni. És nézzük csak, itt is gyökerestől megváltoztak a dolgok, mióta nem jártunk itt. Na, menjünk lefelé. Ha nem tudom, mivel húzni az időt, itt nincs kedvem lemenni. Na mindegy, majd lesz valami. Le is jöttünk a miséről, onnan a templomból. Na, ennyi volt. Egészen érdekes fölmenni és leereszkedni is. Hát, aki erre jön, az számítson rá, hogy nagyon meredek. Mi pedig búcsút veszünk, búcsúcédulát veszünk, és megyünk tovább ezen a Solymosi úton. Ennek az útnak a neve Solymosi út. Dezsír, ha figyelmesen nézitek, ott, ahol a bot van, valahol ott az avarban van egy egérke. Dezsír, na, evezzünk tovább. Majd még hazafelé el ne felejtsünk fölmenni a kopjafás temetőhöz, és ott is megkeressük a várak az emplémben igazoló kódot. Na, nézzük csak, meg is érkeztünk ahhoz a réthez, ahol mindig is szoktunk megállni. Abba az irányba mennénk, akkor belemennénk a ósva völgybe. De mi nem megyünk, meg még abban az irányban, ott van a kék keresztjelzés, ott át lehet menni Regécre. És van ott 2 turista is. Ez nem 3 volt? Én nem tudom. Ilyen nagy véres macsétával mennek ott, ki tudja, kik azok. Na mindegy. Mi úgy határoztamtunk, hogy elmegyünk erre, mert erre még sohasem jártamtunk. Úgy óvatosan. Tehát a sárga jelzésre nem megyünk le, mert minek? Viszont innen egészen jó a kilátás. Itt vagyunk, párhuzamosan megyünk a sárga jelzéssel. A sárga jelzés valahol ott lent van, valahol abban az irányban. Mi pedig itt jövünk azért, mert ezen az úton még nem voltamtunk soha. Ha valaki kérdezné, hogy az István kúti nyírjes, az hogy került oda, hát egyszerű, innen szoktak átszökni ezek a fák. De csak szigorúan ősszel, nyírfa vonuláskor. Talán, ha jól emlékszem, pont egybeesik a szarvasbőgéssel. Ismét visszaérkeztünk ide az ósva völgybe. Patakocska ott csordogál. Az a lényeg, minden le lehet menni Telki bányára. Remek út, itt már jöttünk kerékpárral is, oda-vissza, össze-vissza, úgyhogy ennyi. Itt vagyunk még mindig ósva völgy, evezgetünk, és mit találtunk? Szerintem senki ki nem találja. Ismét egy döglött szellem. Azt a betyárját. Ennyi. Na, itt vagyunk Telki bányán. Megnézzük ezt a perlit folyást, és
Múltkori videóban mondtam, hogy általános iskolás korunkban kérdeztük egymástól, hogy anyukádnak van baromfia? Hát, itt van egy pár baromfi. Pi-pi-pi-pi-pi. Tyúkok. Azért, hogy a tyúk ráüljön a tojásokra, bizonyám el kell viselni annak kotkodácsolását. Na, itt vagyunk Dezsírhelyhez. Ezt nézzétek. Először azt hittem, hogy itt kell fölmenni a Cserhegyre, a várhoz, de nem. Hú, de jó. Mi folyik itt? Hát a Perlit. Hú, de komoly. Van ismertető tábla. Mindjárt megolvassuk, mi van rajta. Zempléni hegység szerg belső kavul koszó tagja főtömény intermediár. Hú, ha még lenne egy kis pöri ehhez a sok rizsához. Na jó, ezt hagyjuk. Akit érdekel, az majd ki bogorásza. De jó, a mai mászásokból tanulva akár itt is föl tudnánk menni. De úgy látom, hogy valaki jár ide. Itt van egy autónyom. Lehet, hogy jöttek ezért az anyagért. Dezsír. Találós kérdés következik, aki tudja, hogy mi ez a, vagy mi célt szolgált ez a deszka, az legyen szíves, írja meg a megjegyzések rovatban. Na, evezhetünk tovább, megyünk a forráshoz. Na, nézzük csak, hová érkeztünk meg. Hoho, itt van, itt is jártunk már többször is. Jaj, lejjebb került a hiúz, nézzük csak. Ott a távolban a hiúz, most meg már muflon van a tetején. Ósva völgyi gejzír kút. Több mint 6 meg a kúpos sziklai különleges a miocén. Fúha, ez már nekem sok. Na, hát innen gyorsan vizet lehet vételezni, aki úgy gondolja. És lehet, hogy én gondolom, viszek haza egy kis vasszert. Na, tehát a hiúz átköltözött oda, és a muflon átvette a hiúz helyét. Na, akkor ígyunk meg valamit egészségünkre. Most én itt nem imádkozom, hanem vizet engedek. Csak nem bírok guggolni, fáj a térgyemnek a kalácsa. Mindegy, otthonra viszünk egy kis vizet. Még mindig itt vagyunk Telki bányán, és nézzük csak, hol vagyunk. Van itt olyan hely, hogy barlang lakások, omlás, veszély, belépni tilos. Itt már jártunk régebben is. Jaj, nézd már, nem bírok följönni. Dezsír, nem látni semmit. Mindjárt átmegyünk a kis szobába. Aha, ide is ki van írva, hogy barlang lakás. Omlás, veszély, belépni tilos. Mi nem lépünk be. Ez itt mi lehetett? A kemence? Dezsír? Nézd, itt a kemence. Búbos volt, ilyen íves kemence. Azt a de jó. És akkor itt tudunk átnézni. Gyertek, kész a vacsora! Na, és akkor ezen a lyukon gondolom átjöttek. Vagy valami. És nézzük, csak itt van egy 1000 éves lakat. Ha. Nézzük csak, ez nem, ez itt fenyőfa deszka, és akkor ebben van a szú. A fenyőfa az pedig puhafa. Akkor milyen szú van benne? Puhafa. Ennyi. Amúgy zsírkorszerű. Ennyi volt ez a barlanglakás. Vagy van még ott is valami? Aha. Akkor ennyi. Hát, van ilyen Telki bányán. Mondom, csak egyszer voltunk itt. És nézzük csak, itt a tetőcserepet a falba rakták. De a tetőre minek is tették volna. És a kéményből épp egy fácska nőtt ki. Ott fönt. Aha, itt van a pince. És ebben is vannak döglött szellemek. Ott vannak, né.
De zsír. Lehet, hogy ez itt a gyerekszoba volt. Nem tudom. Nem tudom. Hát ennyit a telkibányai barlang lakásról. Na nézzük meg, hogy merre is jártunk. Itt vagyunk Telkibányán, leparkoltunk itt az ASZ polgármesteri hivatalnál, a Rönk kormányzatnál, aztán itt nekiereszkedtünk. A 18 és 20-as szám között följöttünk ide a Cserhegyre, de csak úgy óvatosan megtaláltuk a kódot, valahol itt van az a nagy sánc. Aztán itt a Cserhegy mellett vissza leereszkedtünk ide az Ósolvölgybe. Aztán meggondoltuk magunkat, mentünk, nem néztünk se előre, se hátra, elértünk a Jóska forráshoz, ott beleléptem fáinul a mocsárba. Utána mentünk, itt a kutyaszorítót elhagyván, aztán megérkeztünk erre a helyre, itt pedig minden úton keresztül valahogy itt a Nagytérhegy környékén, én már meg nem mondom, hogy, de talán, aha, így ide eljutottunk, hogy rakodó. Itt megembédeltünk, aztán van itt olyan, hogy lókosár. Ott lóhelyen voltunk, ezen az erdészeti úton eljöttünk ide Sólyomkőre, ott fölmásztunk, csodálkoztunk, aztán vissza leereszkedtünk, és a Solymosi úton mentünk, ezen a jófajta földúton párhuzamosan a kopott sárga jelzéssel, aztán itt hirtelen lejöttünk, és az Ósolvölgyön visszajöttünk a sárga jelzésen ide Telkibányára, és utána pedig autóval följöttünk, hova? Valahol itt van fönt a református templom, a kopjafás temető, eljöttünk a második kódért. Na, véget ért ez a mai túra is, gyorsan beszélek, nem húzom az időt mindenféle mellébeszéléssel, mert mindjárt lemerül az akkumulátor. Na, jó volt ez a túra is, hála Istennek, hogy semmi bajunk nem történt. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Itt vagyunk fönt Telkibányán, ott van mellettünk a kopjafás temető, ott voltunk a második kódért. Nem, temetőben nem szeretek felvételeket készíteni. Na lényeg, akkor ennyi volt. Telkibánya, Cserhegy, Ósolvölgy, Sólyomkő, aztán vissza Ósolvölgy. Így jártuk be ezt a mai túrácskát rövidbe. Na, köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben is. Majd találkozunk valahol, valamikor. És még egy dolog, beindítottam a Patreon csatornámat. Aki úgy gondolja, az tud egy kis támogatást küldeni. A linkre kattintva, ott van lent a link a leírásban, és megköszönöm, hogyha tölt föl egy kis zsét oda. Túrákra fogjuk felhasználni, ha van támogatás, ha nincs, akkor is fogunk túrázni. Tehát aki teheti, az nyomjon oda egy kis valamit, úgy óvatosbannak. Köszönjük szépen. Amúgy is köszönjük szépen mindent, köszönöm, hogy velem voltatok. Isten áldjon meg mindenkit minden jóval, majd találkozunk valahol, valamikor. Na, evezzünk!